Szeretettel köszöntöm a nézőket, én Becker Dávid vagyok. Ez itt az Együtt az Autisták Alapítvánnyal közösen megálmodott podcast sorozatunk, melynek címe Hogy van ez nálad és hogy megy ez nálunk. Úgy döntöttünk, hogy egy beszélgetés sorozat keretein belül darabjaira szedjük az autizmust érintő és ezzel kapcsolatos témákat. És eddig már nagyon sok mindenről beszéltünk, de sokszor felvetődött kérdés, hogy egyébként azok a családok, akik autizmust diagnosztizálnak a családon belül, és egy ilyen gyermeket kell felnevelniük, milyen támogatásokra számíthatnak, és hogy nagy általánosságban egyébként milyen segítségre jogosultak kis hazánkban. A mai beszélgető partnereink dr. Kálózi Mirjam, az Autisták Országos Szövetségétől, aki megbízott jogászként van itt jelen, illetve Fülöp Attila a Belügyminisztériumtól, aki pedig gondoskodás politikáért felelős államtitkár, hogyha jól tudom. Sziasztok, üdv a műsorban! Szép napot, szia! Mi korábban megegyeztünk egyébként, hogy tegező hangnemben beszélgetünk, csak ahogyan egyébként laza hangvételben szeretném a válaszokat is majd megkapni tőletek. Nagyon sok témát feszegettünk már tényleg korábban, és nyilvánvalóan családon belül sokféle módon lehet kezelni egy ilyen diagnózist. Nagyon sok segítségre számíthatnak, akár korábban beszélgetünk online segítségről, szakemberi segítségről, de arra nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy jogi szempontból, és akár az ország részéről milyen támogatásokra jogosultak azok, akik mondjuk rászorulnak erre? Én szeretettel köszöntök mindenkit. Nyilván, hogyha ezt ki akarjuk fejteni hosszan, akkor ez egy elég hosszú és száraz műsor lesz, de szerintem nem ezt szeretnénk itt feltétlenül. Ha arról beszélgettünk, és ugye ez volt az első feltett kérdés, hogy mi történik akkor, amikor egy családban egy autizmus diagnózis megszületik, mondjuk egy újszülöttnél, egy fiatalnál, akkor mit tud kezdeni a család, vagy milyen teendője van, akkor azt gondolom, hogy az állam szempontjából, a kormányzat szempontjából három dolgot tudnék beazonosítani, és majd ezen érdemes esetleg végigmenni, hogy ebben mit tudunk tenni. Az első az nyilván az, hogy milyen közeg fogadja. Tehát ezt tartalom a legfontosabbnak, ami egyébként nyilván jogszabálya, pénzügyi lehetőségek támogatásával önmagában nem megoldható. Tehát az, hogy ebben a helyzetben milyen társadalmi közegre számíthatok, ha kilépek az utcán, és adott esetben mondjuk a gyermekem, aki mellettem sétál, azt tudom, hogy autizmus diagnózis van, akkor mit fog történni ott az óvodába, az iskolába, ha elmegyek a sarki boltba. Tehát hogy szerintem ez fontos, ismeri a társadalom azt, hogy fogyatékosság, ismeri azt, hogy autizmus, ismeri azt, hogy ettől nem kell félni, maximum információt kell hozzá gyűjteni. Tehát hogy ebben van egy nagyon fontos közös feladatunk. Uh-huh. A másik része az, hogy nyilván azért tud az állam támogatást adni, hogy mindazonáltal, hogy van egy ilyen helyzet, attól még az a család egyben maradjon. Persze. Tehát a család kapjon támogatást, a család kapjon valamilyen típusú szolgáltatást, ami még egyben tartja, és nyilván van a harmadik fázis, amikor eljut egy család oda, hogy de egyébként nem tud otthon vigyázni, nem tud otthon nevelni, nem tud otthon felügyelni egy ilyen gyereket, és akkor biztosítsunk olyan ellátást, biztosítsunk olyan szolgáltatást, ami vagy egy nappali típusú ellátást, vagy adott esetben egy bentlakásos ellátást biztosít, amikor azt mondja a család, hogy adott esetben egy fiatal egy bentlakásos intézményt fog igénybe venni. No, azt gondolom, hogy ez a felépítmény, és ezekben vannak különböző típusú támogatások, amikről érdemes beszélni. Igen, az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy ezt, hogy így elmondtad, nekem egy ilyen nagyon stabil védőhálónak érzem, és szerintem egy nagyon kellemes felismerés, hogy egy ekkora support veszi körül azokat, akik mondjuk szembesülnek egy ilyen helyzettel. Az már megint más kérdés, hogy mennyire vannak tisztában azzal, hogy ezeket igénybe vehetik, és hogy milyen támogatásokra jogosultak. Ebben mennyire vannak jól, vagy kevésbé felzárkóztatva azok a családok, akik mondjuk ilyen helyzetbe kerültek? És most rád nézek, Mirjam, mert talán ebben te kompetensebb vagy. Én ezt viszont két csoportra osztanám, vannak a gyermekkorban igénybe vehető okay. pénzbeni ellátások, és felnőtt korban azért több lehetőség, több fajta támogatás vehető igénybe. Hát a családtámogatás az, ahogy az államtitkár úr is említette, az magasabb összegben jár. Tehát van egy ilyen magasabb összegű családi pótléknak nevezett ellátás. Illetve például, hogyha a családot szeretnénk még támogatni, ugye a gyes, az is 10 éves korig jár. És akkor a gyógy és az ápolási díj, gyermekek otthon gondozási díja és az ápolási díj az pedig a hozzátartozók által igénybe
vehető pénzbeli támogatás. A gyógy az kifejezetten a szülők által, az ápolási díj az viszont más hozzátartozók által is. A gyerekkorban nagyrészt így néz ki a támogatási lehetőség. Egyébként azt gondolom, hogy gyerekkorban még úgy nagyjából kevesebb probléma van, mármint hogy a támogatásokkal, mert viszonylag átláthatóbb a rendszer, viszont későbbiekben ez bonyolódik 18 éves kor után. És hogy mennyire vannak ezzel tisztában, hát mi igyekszünk az AOSZ-on belül, az Autisták Országos Szövetsége azért igyekszik ezekről információt adni az érintetteknek. Létrehozta az AOSZ, infobázis oldalt, ahol erről elég részletesen információhoz juthatnak az érdeklődők, de ott nem csak magukról, az ellátásokról, tehát ezen az oldalon nem csak az ellátásokról, hanem más témában is lehet információt kapni, gyűjteni. Jó néhány szakember ült már ezekben a székekben, rajtatok kívül, az autizmus témájában, és mondták, hogy folyamatosan változásban van ezeknek is a vizsgálata, jönnek folyamatosan új felismerések, nyilván emiatt a családok is mindig újabb és újabb helyzetek elé kerülnek. Mennyire szoros az egyeztetés kormányzati szem oldalról az alapítványal, meg úgy általában egyébként az orvosokkal, mennyire tudjátok lekövetni ezeket a változásokat, mennyire dinamikus ez a rendszer? Az, hogy mennyire sok az új információ, az szerintem mi sem jelzi jobban, mint hogy most autizmustól beszélünk. És a fogyatékosság területén, tehát amikor azt mondjuk, hogy fogyatékossággal élő, akkor ugye azért ma is még sokszor az embereknek az jut eszébe, hogy valaki kerekesszékkel közlekedik. Ez az alapvető mozgássérült. Tehát ez a fogyatékosnak sokszor a szinonimája, de ugye ugyanúgy fogyatékosságról beszélünk, ha valaki siket, ha valaki vak, ha valaki értelmi fogyatékos, tehát hogy széles ez a spektrum. Most ebben az autizmus talán a legifjabb kori, ha szabad ezt mondani, tehát az elmúlt évtizedek kutatásai leginkább ezen a területen tudnak új és új információkat előrehozni, és ennek a következménye is az egyébként, hogy talán egyre többet beszélünk erről, és egyre biztosabb diagnózissal lehet valakiről megállapítani. Tehát ezért mondhatni azt, hogy rengeteg az új információ ezen a területen. Most ahhoz, hogy ez a párbeszéd ez működjön szakmailag is, meg az AOSZ-szal is, ezért létezik egyébként egy tanács, egy olyan testület, országos fogyatékosügyi tanács, ami ahol valamennyi fogyatékosügyi szervezet jelen van, nagy szervezetek, országos szervezetek a kormánnyal együtt, és az mindig átbeszéljük a dolgainkat, legyen az egy jogszabálytervezet, legyen az egy tereplőjogú tapasztalat, mert most egy életszerű példát mondjak, amikor kiír a kormányzat egy infokommunikációs akadálymentesítést, akkor az teljesen más jelent egy autista környezetben, mert teljesen más jelent egy csiget. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy globálisan a fogyatékosság, hanem mindegyikre külön szeletben kell gondolkozni. Ezért pont, amit elhangzott, hogy az AOSZ is az infopontokon keresztül segíti a családokat. A legfontosabb, a legelején kezdtem, hogy ez az információt át tudjuk adni annak is, aki érintett, meg egyébként annak is, aki nem érintett, csak tudjon valahogy viszonyulni. Az elmúlt évek fejlesztései sokszor ebbe az irányba mutattak. Csináltunk fogyatékosügyi tanácsadó hálózatot, ami ma 23 ponton az országban elérhető, pont azért, hogy valakinek kérdés van, akkor tudjon segíteni. Az AOSZ-nak is megvan a maga csatornája. Uh-huh. Ez az alfája és omegája, hogy megfelelő információ rendelkezésre álljon. Igen, de éppen emiatt, mivel ahogyan korábban is fogalmaztál, hogy nagyon specifikus maga az autizmus témája, de én inkább azt veszem észre egyébként, ami egy nagyon, én üdvözlöm ezt a dolgot, hogy a kormány igyekszik egyébként a fogyatékossággal élőket egyébként komplexen úgy támogatni, úgy szupportálni, meg olyan platformokat létrehozni, ahol egyébként többen is megtalálják a közös nevezőt. Tehát hogy gondolom, ezt nem is nagyon lehet másképp logisztikailag megoldani, mert arra nincs erőforrása egy országnak se, legalábbis nem tudok ilyen külföldi példát, akik csak és kizárólag ráfordulnak az autizmusra, és azt fogják segíteni. Mindenképpen valamilyen módon itt mappázni kell, nagyon csúnyán fogalmaztam, vagy halmazokba kell gondolkozni. Gondolom, ez a stratégia működhet. Ugye itt a kormányzat szempontjából kell találni egy hívószót, és a központi akaratot, politikát, ami irányba megyünk. Okay. A fogyatékosság ügyben két ilyen hívószó van az elmúlt 10-14 évben. Egyrészt segítsük elő az akadálymentesítést, ez minden
csoportban mást és más jelent, de segítsük elő azt, hogy valaki önálló életet élhessen. Értem. A másik pedig az, hogy lehetőség szerint mindazon támogatásokra, amikről egyébként itt beszéltünk is, és el is hangzott, Miriam elmondta, és még beszélünk is, de azon kívül a fő hangsúly legyen azon, hogy munkát tudjunk adni ezeknek az embereknek. Tehát nálunk a foglalkoztatás a fogyatékosság csoportjában a legrosszabb volt 15 évvel ezelőtt Európában. 18%-a dolgozott azoknak az embereknek, akik fogyatékossággal élnek. Tehát kevesebb, mint ötöde. Ma ez közel 50%. Tehát majdnem minden második fogyatékossággal élő dolgozik, és ezért magát is, maga a családját is bérből tudja eltartani, de ami sokkal fontosabb, hogy ezzel az önbecsülést, a közösségbe vetett hitet tudjuk visszaadni. Tehát azt mondja, hogy ez a két gyújtópont, vagy ez a két cél, ami irányba megyünk, és persze rengeteg buktató van közben, meg rengeteg nehézség van, de ezt a kettő célt, ezt soha nem akarjuk szem elől veszteni. Miriam, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen jogi kérdéseket találnak egyébként meg benneteket, mert biztos vagyok benne, hogy ez is 10-23-on féle kérdés. Ugye beszéltük már arról korábban, hogy nem mindig vannak megfelelőképpen felkészülve, akár már a kérdés feltételénél, mégis érdekel, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban. A legáltalánosabb kérdés az a mi jár nekem. Erre egyébként nagyon nehéz válaszolni, főként ugye, ahogy az elején említettem, a felnőtt ellátások kapcsán, mert ott rengeteg lehetőség van és kombináció. Szoktuk mondani a kolléganőmmel, hogy ez némi egyéni tervezést is igényel a családok részéről, tehát meg kell nézni, hogy, és ez a másik kérdés szokott, hogy mi mivel jár együtt, mert hogy vannak egymást kizáró ellátások, vannak olyan ellátások, amit az érintett maga tud igényelni, akkor van olyan ellátás, amit a családtagja, hozzátartozója, vagy ugye a szülő, tud igényelni, és ezeknek a, ezt így érdemes főként felnőtt korban, amikor 18 éves kor fölött beszélünk az érintetről, így rendszerben megnézni, és megnézni, hogy a családnak mi a legjobb, tehát hogy hogyan tudják legoptimálisabban kihasználni ezeket az ellátásokat. Aztán ami még ilyen kérdés szokott lenni, hogy ugye elutasítottak, és hogy érdemes-e egyáltalán tovább mennem. Meg szoktak ijedni az emberek attól, hogy a közigazgatási rendszer most már egyfokúvá vált, tehát a jogorvoslati rendszer. Ez azt jelenti, hogy nincsen arra lehetőség, mint korábban, hogy egy elutasító határozat esetén fellebbezzenek, hanem rögtön bírósághoz kell fordulni, és keresett levelet kell írni, és ez meg szokta ijeszteni az érintetteket is, meg a családtagokat is, hogy hát azért mégis a bíróságra nem szeretnének járni. Ugyanakkor én szoktam javasolni, hogy használják ki ezt a jogorvoslati lehetőséget, mert egyébként ezek illeték és költségmentesek, tehát igazából vesztenivaló nincsen, akkor sem, hogyha az a végeredmény, hogy nem jár az ellátás. Én felteszek úgy egy gyakori kérdést, hogy nem vagyok ebben a cipőben, de szinte biztos, hogy minden második kérdező, vagy hasonló helyzetben levő, akik mondjuk hozzátok kerülnek, belefaragja a kérésébe. Hogy ha nálam megvan állapítva az, hogy jogosult vagyok, mikor jön a támogatás, mikor kapok segítséget. Tehát mindenki ilyenkor kicsit így jó vagy rossz értelemben teljesen mindegy, semleges, veri az asztalt, hogy ő mikor jut ehhez a plusz támogatáshoz. Itt mire készülhet fel az, aki titeket megkeres? Nyilván ez ahányféle ügy, annyiféle átfutás, igen, igen. De hogy van erre valami általános válasz? Én ugye szoktam javasolni, hogy érdemes friss orvosi iratokat beszerezni, érdemes így neki indulni az ellátások igénylésének, megnézni, tájékozódni, hogy mik a jogosultsági feltételek, összeszedni hozzá az iratokat, és ilyen felkészültséggel igényelni az ellátást. Általános átfutási időket tudok mondani. Van, ami, hogyha tényleg nagyon jól elő van készítve, és semmi csavar, vagy nehézség nincs benne, akkor akár 8 napon belül is. Okay. De és a szemed csarkában azt látom, hogy nem ez az általános. Nem ez az általános, igen. Én is inkább azt mondanám, hogy
60 nap, tehát ez 2 hónap, de azért legtöbbször addig sem tart a dolog. Értem. Egy hónap alatt azért hozzá lehet jutni az ellátásokhoz, de sajnos azért van nálunk. Nyilván a jogsegélybe a problémásabb ügyek érkeznek hozzám, hát azért el kell mondanom, hogy van, akinek 2 éve megy a jogorvoslati ügye, de ez nyilván egy kicsit szélsőségesebb példa. De van, amikor nehéz igazolni azt, hogy az állapot eléri azt a súlyosságot, amit a jogszabály megkíván. Ezt akartam mondani, nem minden esetben az lassítja itt azért a folyamatokat, mert az igénylő felkészületlen, hanem sokszor más nehezítő tényezők vannak, ez kétségtelen. Viszont talán itt az a pont, amikor egy picit a kollégáid nevében, meg értük, néhány gondolatot megfogalmazhatsz. Miben tudják a ti munkátokat segíteni? És egyébként valószínűleg egy félválasz már kaptam erre, hiszen egy friss diagnózis eleve, meg egy felkészültség az jól jön, de mégis mi az, amivel tényleg leegyszerűsíthetik ezeket az ügymeneteket? Adjunk egy kis kisokost azoknak, akik mondjuk éppen most tervezik ezt, vagy majd nehogy Isten hasonló cipőben lesznek, akkor jól jön. Hát mindenképpen szerintem ezeknek az ellátásoknak a kulcsa az állapotigazolás. Tehát, hogy én biztosan a kezelő orvostól, pszichiátertől kérnék egy friss kontrollvizsgálati véleményt, amiben azért kicsit kihegyezi az adott ellátásra vonatkozó jogosultsági feltételek kapcsán a válaszokat. Tehát arra van kihegyezve egy kicsit a szakvélemény. Például milyen dolgok okoznak nehézséget napi szinten, tehát az önálló életvitelben mi az, amiben segítségre szorul az érintett. Tehát, hogy egy picit egy részletesebben, ha le tudja írni ezt az orvos, akkor szerintem az már jó lehet. Bocsánat, itt nyitok egy zárójelet. És az orvosok mennyiben segítik a ti munkátokat? Mert itt már 2 dologról beszélünk, ugye, hogy nyilvánvalóan aki érintett, vagy legalábbis a vizsgálatokat kéri, az ügyfél, akit hozzátok eltalál, ő neki is jó egyfajta felkészültség. De hogy azon a diagnózis, azon a papíron minden stabil legyen, és mondjuk a jognyelvére le lehessen fordítani, ebben az orvosok nagyon partnerek, vagy azért itt is van még mit tanulni, vagy összedolgozni? Hát ők nem jogászok, és nem ismerik a feltételeket, tehát én azt gondolom, hogy itt nagy szerepe van magának az ügyfélnek, illetve a családjának. Az információk jól jussanak el oda. Igen, hogy a doktornő, doktor úr leírja azt, ami nekünk hasznos tud lenni az adott ellátás igénylésekor. Államtitkár úr, itt már az előbb urazom, de közben tegezem. szóval itt már beszéltünk arról, hogy azért mindig nagy egységben kell gondolkodni a fogyatékossággal élőknél, de figyelni kell a specifikációra is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen előremutató tervek vannak ezzel kapcsolatban, mert nyilván ez az alap és a legjobb hozzáállás, de itt a beszélgetések alatt, mikor az autizmusról beszélünk, akkor is mindig azt nézzük, hogy hogyan lehet egyen jobb. Nyilván a kormánynak is van már egy olyan mindset, egy olyan gondolkodásmód, hogy hogyan lehet majd egyen jobb mondjuk a következő, nem tudom, fél évben, évben, évtizedben. Milyen tervek vannak esetleg, amik még komplexebbé, még inkább frissebbé teszik ezt a fajta berendezkedést, hogy egyre jobb legyen azoknak is, akik érintettek. Az egyik, ami fontos, hogy egyre jobb legyen, hogy folyamatos egyeztetés kell. De egyébként ez így normális, tehát a civil szervezetektől jövő javaslat, meg civil szervezetektől jövő tereptapasztalat, az pont azért fontos, mert persze, így tudjuk mindig alakítani, tehát ez így működik jól, meg így van helyén. A jövő szempontjából is egyébként fontos, abban én 3 dolgot emelnék ki. Az egyik az az, hogy egyébként ilyen típusú fejlesztésekre, mert már terveink is vannak, sőt sokakkal, például az Alvosszal is egyeztetünk erről, csak ezek mögötti forrás az uniós forrás, amit még nem kaptunk meg. Bízunk benne, hogy ezen majd előbb-utóbb túl leszünk, és megkapjuk azt, ami nekünk jár. De ebben például én 2
két részre bontva mondanék három dolgot. Az egyik az, hogy mit tudok tenni a családokért, tehát ott, ahol az autista fiatal adott esetben a családban van. Ott ugye általában arról szoktunk csak beszélni, hogy mi van magával azzal az emberrel, aki autista. De legalább olyan fontos, hogy mi van azzal a közeggel, aki körülötte van. Kicsit hiszen egy család ebből a szempontból nagyobb terhet vára, kevesebb idő van, sokkal több kötelezettsége van, stb. Tehát ott a családot is valahogy meg kell tartani, össze kell tudni tartani. Van egy olyan szolgáltatás Magyarországon, ami azt segíti, azt jelenti, hogy azokban a családokban, ahol fogyatékossággal élnek, autizmussal élnek például, ott igénybe tudnak venni olyan szolgáltatást, ahol tudják tehermentesíteni magát a családot egy órára, két órára, egy kicsi időre, és addig kvázi egy felügyelőt, egy laikus felügyelőt tud kapni az a fiatal, aki miatt ott kell lenni. Most ennek a kiterjesztését, ennek az egész héten való elérhetőségét rettentően fontosnak tartom, mert ez tényleg megerősíti, segíti a családokat. A másik, hogy tovább szeretnénk menni azon az úton, ami az elmúlt két évben a kifejezetten autista specifikus ellátást, tehát amikor valamilyen intézményt valaki igénybe vesz, nappalit vagy bentlakásos, mindegy, ott a normatívát 50-90%-kal emeltük meg két évvel, tehát majdnem megdupláztuk itt nagyon sok esetben, pont azért, mert egy autista ellátásnak a tárgyi eszköze, a személy feltétel az teljesen más, az komolyabb volt, a több erőforrás kell. Értem. És szeretnénk azt tovább vinni, hogy az ilyen nagy intézmények helyett, amik ugye régen megvoltak a magyar rendszerben, azokat lebontva tovább építsük ezeket az ilyen családi ház-szerű családi közösségben élhető lakásokat, lakhatásokat, ami azt jelenti, hogy ott kell valamilyen elhelyezés, akkor tudjunk egy 21. századi, jól felszerelt, kényelmes családias megoldás, mint amit 2023-ban az előző évben egy 17 milliárdos program keretében majdnem 700 ilyen férőhelyet hoztunk létre, szóval ebbe az irányba kell tolni, és végleg leszámolni ez a harmadik dolog azzal a fajta, mondjuk azt, hogy megkülönböztetéssel, aminek a terhét még ma is sokszor nyögjük, amikor fogyatékosság ügyről beszélünk, hogy azért ez a 90 éves évek előtt ez egy ilyen eldugott kategória volt, hogy nem beszéltünk róla. Igen. És ma az intézményrendszer ezt a mai napig ezt mutatja. Tehát ez az ilyen sok száz fős városon kívül, lehet, hogy ne is lássa senki, hogy van ilyen, mert ilyen nem létezhet, mert mindent megold egyébként a rendszer, a kommunista rendszer, de létezik, és van olyan, hogy van egy ilyen probléma. Ezzel, ha szembesül valaki, szembesül azzal, hogy egyébként lehet, hogy ott nagyobb terhet kell viselni egy családnak, ettől ez még ugyanolyan élet. És ezért indítottuk el ezt a Érték vagy nevezetű programunkat, amire azt szeretnénk rávilágítani, hogy attól, hogy valaki fogyatékossággal él, attól, hogy megváltozott a munkavégző képessége, vegyük benne észre azt, ami az érték, vegye észre az a gazdasági döntéshozó is, akinél ott lesz majd egy önéletre az, hogy hajlandó-e felvenni mondjuk egy rádióstúdióba, vagy nem. Mert az a döntés az övé lesz, nem a kormányzaté, és nem az ahhoz jogsegélye. És ha ebben tudunk előre lépni lépésről lépésre, akkor sokat tudunk tenni az ügyben. Hiánypótló gondolatok voltak. Én továbbra is azt gondolom egyébként, hogy szükség van az ilyen jellegű beszélgetésekre, mert amíg nem közelítjük be a lehetőségeket, addig mindenki azt hiszi, vagy sokan hihetik azt, hogy egyébként magukra vannak hagyva, csak ahogyan egyébként egy régi gondolkodás is ezt érzékeltethette. Miriam, utolsó kérdésem, még egyszer kicsit hangosítsuk ki azokat a platformokat, ahol információhoz juthatnak azok, akik esetleg tudáshiányában vannak, vagy érdeklődnek. Mit kell és milyen platformokat kell megkeresni ahhoz, hogy mondjuk utána tudjanak olvasni ezeknek? Hát itt most akkor elmondom, hogy akkor az AOSZ infobázis az egyik, az EFI portál a másik. Szerintem a szociális portálon is vannak nagyon jó használható anyagok. A Magyar Államkincstárnak az oldala is nagyon jó, szerintem frissítve vannak mindig az anyagok rajta. Hirtelen ezek jutottak eszembe. Jó, néhány opció volt már ez igen, is. Igen. Ezeken mindegyiken fönn van egyébként konkrétan az ellátás, és az is, hogy hol kell igényelni, ki jogosult rá, és egyébként a nyomtatványokat is nagy részt meg lehet találni. Van lehetőség most már elektronikus ügyintézésre is, úgyhogy
szerintem nagyon fontos az, hogy egyébként, hogy tájékozódjanak. Tehát én azt látom nagyon sokszor a jogsegélyszolgálatban, hogy abból adódik a jogi probléma, hogy mondjuk előzetesen nem készültek fel az adott ellátás igénylésére, tehát nem nézték meg, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, ezért akár a rossz ellátást vették igénybe, tehát ami eleve nem járhatna, vagy pedig valamit nem szereztek be, ami a jogosultsági feltételek elbírálásához szükséges lett volna. Amit tőlünk telik, azt megtesszük. Bízom benne, hogy ez a beszélgetés kicsit előrelendíti a kíváncsiságot, meg hogy az emberek mernek majd kérdezni. Az imént említett platformokat a leírásban letesszük természetesen, de használjátok a komment szekciót, hiszen ezen a platformon ez egy teljesen valid dolog. Tegyétek fel a kérdéseiteket, és köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Én pedig vendégeinknek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hiánypótló volt, és bízom benne, hogy majd még folytatjuk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.